Sziasztok, Szil vagyok a Minden, ami külföldtől. A mai nap folyamán sorozatunk következő részében folytatjuk évivel az Ájátsz nyelvvizsga kihívásairól szóló beszélgetést, és a fő témánk az esszéírás lesz. Szia, Évi, köszönöm a lehetőséget, vágjunk is akkor bele. Szia, Szilvi, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az első kérdésem az lenne, hogy mi is az eszéírás tulajdonképpen, mit kell róla pontosan tudni? A statisztikák szerint a nyelvvizsga legvitatottabb része, és ahol a vizsgázók a leggyengebb eredményt érik el. Ez az eszéírás. Rengeteg tanuló úgy jön hozzám, hogy bár átlag kimagasló eredményt produkál, az eszéírás rendeki fog rajta. Rendszerint azt szokták nekem mondani, hogy hát nem értem, mi volt a gond, bár csak tudnék a vizsgáztató fejével gondolkodni. Mert ugye a tesztbe nem nézhetsz bele, a javított tesztbe, sajnos. És akkor így igazából uh, rejtél, hogy, mi az, ami miatt alul értékelték a munkádat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy olyan része a nyelvvizsgának, ami nagy kihívás, és általában nincs senki tisztában azzal, hogy milyen kritériumok szerint kell ezt megírni én azt mondom, hogy ne aggódj, hogyha kérdés az a válaszod, hogy azt se tudod, hogy ezt most eszik, vagy iszák, mi ez az, az eszé. Nem te vagy a hibás, mert sajnos a magyar iskola rendszerben csak kevés teret kap a kreativitás kibontakoztatása, ezért valószínűleg csak felületesen találkozhattál vele. Elemben számos külföldi országban ter teljesen természetes az, hogy hetente kell eszét írni, mivel az önálló gondolatok kifejtésére nagy hangsúlyt tesznek. Ennek fényében azt kell mondanom, hogy mi magyarok sajnálatosan eleve egy hátrányos helyzetből indulunk az önálló írásbeli alkotás terén. Az eszéírásnál akkor ezek szerint a saját véleményedet kell kifejtened, jól értem? Igen. Az eszé lényege tulajdonképpen a te véleményed, amit úgy kell átadni, hogy az a személy, aki olvassa, megértse a te álláspontodat. Vagyis átmenjen az üzenet, úgy fogalmaznám meg. Tehát ez a te gondolataidnak a rendszere, amit egy logikus érvelés mentén kell felépítened, tehát egyúttal egy remek lehetőség, ugye, hogy kifejtsd a véleményedet, csupa izgalmas, elgondolkodtató és érdekes témáról. Tudod, hogy én mire lennék kíváncsi, hogy milyen témák fordulhatnak elő? A témák igen változatosak, tehát lehet az internet, család, munka, utazás, egészséges életmód, vagy éppen a környezetvédelem. Mondaná pár konkrét példát erre? Mondjuk sok gyerek túlsúlyos manapság, milyennek az oka, milyen megoldást javasolsz. Vagy számos munkahelyi meeting már online van megtartva, mik az előnyei, mik a hátrányai ennek a trendnek. Vagy mondok még egyet, sok ember rosszul teljesít az iskolában, bukdácsol, ők azonban sikeresek az életben. Mi a véleményed erről? Miért, miért lehet ez? Miért Fordulhat ez elő. Hát ezek nagyon érdekes dolgok, és mi történik akkor például, hogyha olyan témát kapok, amihez igazán nincsen ötletem. Tehát nem tudok hirtelen magyarul sem gondolkodni abban a témában, mert nem nagyon van rálátásom, nem nagyon van tudásom, vagy véleményem uh -huh. egyáltalán uh -huh. erről. Ezeket külön át szoktuk venni, ezeket a témákat, mert nagyon gyakran előfordul, hogy tényleg nincs az embernek ötlete, főként olyan tanulókkal, akik mondjuk nagyon fiatalok, ugye sok olyan tanulat készítek fel, akik egyetemre mennek, külföldi egyetemre, és mondjuk éppen 12-esek, az életkorukból kifolyóan sem lehet élettapasztalatuk és ismeretanyaguk egy-egy témáról, velük ezt külön át szoktam venni. Külön beszélgetünk, érvelünk, keresünk ötleteket, és akkor így tulajdonképpen minden, igyekszem, hogy minden témát átnézzünk, hogy semmilyen meglepetés ne legyen a vizsganapján. És eh, ahogy említettem, ugye a konkrét példákból is, amiket felsoroltam, láthatjuk, hogy ez egy szuper lehetőség, hogy kifejtsd az értékes gondolataidat izgalmas témákról. És eh, most gondolhatod, hogy hurá, akkor most megtudtad, hogy nyert ügyed van, csak le kell írni a gondolataidat, érvelni, és akkor kész is az eszé, a magas szintű eszé. Hát sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert ezzel még nincs nyert ügyed. Ugyanis az IAC vizsgáztató tanárok speciális kritériumok mentén értékelnek. Tehát nem elég, hogy egy átlagfogalmazást megírsz a vizsgán. Ezért, hogyha mondjuk eddig jártál magántanárhoz, gyakoroltátok a fogalmazást például, rengeteg ilyet megírtatok, ez még egy, azt mondanám, hogy egy alap. Ha az IELTS nyelvvizsgára jelentkezel, speciálisan az IELTS eszéírás követelmény rendszerével kell tisztában lenned. Tehát azzal, hogy a vizsgáztató minek alapján értékeli a munkádat. Általában a tanulóknak, ugye mielőtt ezeket a kritériumokat átbeszéljük, hát halványilag gőzük sincs, hogy, ugye ez, mik ezek a kritériumok, ugye ezek igazából nem publikusak, és ma szokott történően sötétben tapogatóznak. Tehát csupa felesleges dolgokkal kötik le az energiájukat. Például tetemes mennyiségű időt töltenek el azzal, hogy magas gondolatokat gyűjtenek össze, abban bízva, hogy ugye ezzel majd lenyűgözik a vizsgáztató tanárt. És ez nem így van? Nem, ki kell, hogy ábrándítsalak, a vizsgáztatót ugyanis nem érdeklik a te világ megváltó ötleteid, tehát ezzel nem tudod őt lenyűgözni. Ellenben, ugye mivel tehet rá mélybenyomást? nyomást? Azzal, hogy olyan követelmények mentén írod meg az eszét, ahogy ő értékel. Tehát jó-jó kérdezheted, hogy most hogy lehet megtudni, hogy hogy értékel? Van valamilyen megoldó kulcs, uh -huh. hogy lehetséges belelátni az ő fejébe? Igen, lehetséges. Tehát a rendszer, aminek mentén mi felkészülünk a vizsgára, az ELC vizsgáztató tanárok anyagai alapján készített minták, amit uh -huh. hosszú évek során rendszereztem. Ez egy lézerpontosan megalkotott szisztéma, aminek az nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik. Ugyanis az ÁJC vizsgászlató tanárok egyöntetű véleménye az, hogy az eszéírás nem komplikált, csupán a tanulók teszik azzá. Hm. És te osztod is ezt a véleményt? Igen, én ezzel a véleménnyel nagyon is egyetértek, ugyanis tapasztalatom szerint a tanulók úgy spekulálnak, hogy minél komplikáltabb, bonyolultabb, kibogozhatatlanabb az írásuk, annál inkább magas öptű, tehát ergo magasabb pontszámot is kapnak rá. Ez egyébként tipikus magyar gondolkodás, tehát mindenkinél ezt tapasztalom. És én ezt úgy szoktam, ehhez szoktam hasonlítani körülbelül, mintha sütnél egy süteményt mindenféle recept nélkül, egy kis liszt, egy kis hús, pár alma, cukor, tojás, néhány hagyba mondjuk, tehát valószínű, hogy ezt nem ennéd meg. Tehát körülbelül így néz ki ez az a szisztémonélkül nélkül megalkotott eszé. Uh -huh. Viszont, hogyha elsajátítod az eszéírás úgymond receptjét, akkor még ha az angolod nem is olyan magas szintű, képes leszel relatíve magas pontszámot szerezni, mert tudod a kulcsot, tudsz gondolkodni a vizsgáztató fejével. Ismételten egy nagyon informatív beszélgetés volt, és ugye most már ez a sorozatunknak ugye a negyedik része, amiből én azt gondolom, hogy én is rengeteg információt tudok meg még pluszba, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. És nekem egy olyan kérdésem lenne, ugye, hogy te elkészítetted az IELTS kézikönyvet e formájában, hogy ez mennyire segít, miben segít az embereknek, hogyha felkészülést nézzük? Nagy igény volt rá, hogy legyen egy olyan kiadvány, ami összefoglalja a tudnivalókat, mert nagyon könnyű elveszni az interneten található információk erdejében. Ez a kis kézikönyv azoknak nyújt segítséget, akik most ismerkednek csak az IELTS nyelvvizsgával, és szeretnének minél többet tudni róla megkönnyíti a tájékozódást és világos képet ad a vizsga rendszeréről, tartalmazza a legfontosabb információkat, valamint számos gyakorlati tanácsot mind a nyelvvizsgával, mind pedig ugye a hatékony felkészüléssel kapcsolatban. Hm. Szuper lehetőség, és ugye ezt a mindenami külföld.hu oldalán is meg lehet vásárolni, de majd ugye ennek a linkjét majd ugyanúgy be fogom tenni. Remélem, hogy ha úgy alakul, akkor minél előbb ugye jövünk a következő részszer, úgyhogy én nagyon szépen köszöntöm ezeket az információkat, és további szép napot kívánok neked, Évi. Neked is további szép napot, Szilvi. Sziasztok! Sziasztok!